Köszönöm szépen, sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és rögtön azzal kezdeni, hogy indítsátok be az órát, hogy hadd legyek totális fegyelmezés alatt, ugyanis a mínusz egyedik állításom az, hogy ez az egész setting, amiben benne vagyunk, berendezése ennek a beszélgetésnek, ez tele van fegyelmező elemekkel. És mondom rögtön, hogy mik ezek a fegyelmező elemek. Az egyik az az, hogy kaptuk a címeket, tehát hogy nem mi adtuk az előadásoknak a címét, igazából nem is nagyon... Én nem kísérleteztem azzal, hogy megváltoztassam a saját címemet. Másrészt pedig ugye hatékonyság és produktivitás címén 5 percenként váltjuk egymást, mint egy futószalagon, és nem tudom, hogy ebből nektek mennyi információ fog megmaradni a végén, nem tudom, esetleg utólag erre érdemes lehetne reflektálni. Kaptunk egy levelet, hogy 35 másodperc legyen a bevezető. Én ezt már túléptem rögtön, úgyhogy rendeteskedem. És ezen kívül még 3 darab Facebook influencer követi azt, hogy mit mondunk, mint egy ilyen panoptikonban, hogy meg vagyunk figyelve, de nem tudjuk, hogy mikor. Úgyhogy mindig figyeljük arra, amit mondunk, mert lehet, hogy éppen most ragadják ki a fő gondolatot, úgyhogy olyat érdemes mondani, ami elnyeri a tetszésüket. És azért hoztam ezt a hosszú-hosszú példát, és akkor még ezt a piros karámot itt nem említettem, mert körbe vagyok kerítve, hogy véletlenül sem lépjek ki. Mert hogy ez a berendezés ez nem nagyon szolgálja azt, hogy ilyen spontán kreatív gondolatokkal egymásra ugye nem is nagyon tudunk reflektálni, hogy tartalmi érdemű tudásmegosztás történjen. Tehát, hogy ha legközelebb esetleg ilyen rendezvény szervezik, akkor érdemes ezt átgondolni, hogy a TEDx Talk a legmegfelelőbb erre. És akkor a nulladik szint, az, amit már előttem néhányan, vagy azt hiszem, hogy pont Dávid megemlített, hogy mi a helyzet a rendezvénynek a címével, hogy ösztön és ösztönzés, mitől születik több gyerek, hogy nem nagyon kérdőjeleződik meg ebben a kérdésben az, hogy több gyereknek születnie kell. Tehát van egy megint egy ilyen fegyelmező, egy ilyen normatív aspektus a kérdésben, amiről nem beszélünk, hogy ez miért fontos. És hogyha elfogadjuk azt, hogy ebben a kérdésben benne van az az alapállítás, hogy több gyereknek születnie kell, tehát hogy több gyereknek születnie kell, akkor az azt jelenti, hogy ez a mondat, vagy ez a kérdés maga semmiben nem mond másabbat, mint amit a miniszterelnök, amikor demográfiai fókuszú kormányzásról beszél. Ugye az egyik érvelés, hogy ez miért fontos, ez a nacionalizmusnak a keretei diskurzíve, amit jól ismerünk a nemzethalálvízióval. A második pedig, és akkor ez a második kulcsszavam, az ökonomizmus, igen, kicsit nehéz. Szóval az ökonomizmus, ami azt jelenti, hogy gazdasági érdekekkel, vagy gazdasági növekedési érdekkel magyarázzuk azt, hogy miért kell több gyerek, mert ugye mi lesz a nyugdíjrendszerrel, meg ki fog itt dolgozni, meg ki fog itt fogyasztani, azért ezt se felejtsük el, mint szempontot. És arra szeretném felhívni ezzel a figyelmet, hogy ebben az elemben is nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy mondjuk gazdasági érdekek hogyan diktálják meg magát alapvetően esetleg a kérdésfeltevést, és az is nagyon fontos, hogy ezen túl azt is lássuk, hogy ez tulajdonképpen tényleg milyen nagyobb, tágabb rendszerbe illeszkedik be. És akkor, hogy arra a kérdésre válaszoljak, hogy mi köze a férfinak a gyerekvállalási kedvhez, ezt is egy kicsit elemezném ezt a kérdést, mert hogy rögtön ugye arról van szó, hogy leválasztjuk a férfit a nőről, ezt már, mármint, hogy mindegy, most ne gondoljatok rosszra, de hogy Dávid már említette a saját 5 percében, hogy ez alapvetően megkérdőjelezi azt, hogy bármilyen szempontból mondjuk a nő-férfi viszonyról beszéljünk, a párkapcsolatokról, amire szintén például a Szikra Dorottya utalt, hogy válások, hogyan néznek ki azok a párkapcsolatok, milyenek azok a nő-férfi viszonyok, amelyektől mondjuk azt várjuk, hogy ott gyermek szülessen. És akkor a Kapcsolódj be című programnak az előadója Bogáta, ő még az nem is említette azt, hogy például a pornó, vagy a szexipar, vagy a prostitúció hogyan erodálja egyébként például ezeket a párkapcsolatokat, és milyen dolgok vannak, amelyek még ezt alapvetően befolyásolják. A munka világának az erodáló hatásairól már nagyon sokat hallottunk, hogy az mennyire roncsolja a családi és egyébként a magánéletnek a viszonyait. A gyermekvállalási kedvhez, kinek a gyermekvállalási kedvéhez? A férfinak a gyermekvállalási kedvéhez, vagy a nőnek a gyermekvállalási kedvéhez, vagy így együtt az egész gyermekvállalási kedvhez, ott egyáltalán mire kell gondolnunk. Tehát ugye ez a kérdés is egy kicsit így megfontolásra érdemes, hogy tudunk-e egyáltalán erre bármilyen szinten válaszolni. És ugye elhangoztak különböző javaslatok, akár az, hogy az 5 napos apasági szabadság növekedjen, legyenek apa hónapok. Ugye, ahogy szintén elhangzott, ezt azt tudja kivenni, akinek bejelentett foglalkoztatási jogviszonya van. Akinek nincs, az ezzel nem tud élni például. Tehát az anyagi dimenziók nagyon fontosak.
És egészen addig, amíg nem gondoljuk át radikálisan azt, hogy a gondoskodói munkák, és itt lehet gyerekgondozásról beszélni, lehet idős gondozásról beszélni, amiről ritkábban beszélünk. Szóval, hogy ezt az egész gondoskodói munkát, ezt mégis melyik nem vállára terheli rá a társadalom, vagy éppen a kapitalizmusnak a működési logikája, mert a munkaerőt valamilyen szinten újra kell termelnie valakinek, addig nem nagyon gondolkodhatunk azon, hogy itt ilyen beavatkozások, mint az apahónap, vagy bármilyen más ilyen jellegű, az változtatni tud ezen a helyzeten. Úgyhogy én ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Jó, ha már kritizáltad a kérdés felvetést, akkor én meg visszakérdezek, hogy te nem találsz arra indokot, hogy arról beszéljünk, hogy szülessen több gyerek? Meg kell nézni, hogy miért érvel amellett, hogy több gyerek szülessen. Te nem tudnál mellette érvelni? Hogy több gyerek szülessen? Hát, hogyha most a gazdasági érveket nézzük, akkor alapvetően, ha növekednének a bérek, tehát mondjuk az a nyugdíjrendszer, ez egy jó példa, hogy össze fog omlani a nyugdíjrendszer, ha növekednének a bérek, hogyha mindenki 8 órára rendesen be lenne jelentve, és fizetné utána a munkáltató a különböző járadékokat, illetve hogyha lenne egy olyan foglalkoztatási politika, amely az inaktívakat is be tudja vonni a munkaerőpiacra, akkor az elemzések szerint szuficites lenne a nyugdíjrendszer. Uh-huh. Jó, oké. Szociológiai szempontból találsz rá érvet? Arra, hogy miért kellene, hogy több gyerek szülessen? Vagy azt mondod, és ez is egy validálítás, csak ritka, és ezért érdekel ennek a, érted az érvrendszer, hogy az állításod, hogy jó, ez így, ahogy van, és ez egy organikus, nem tudom, fejlődés egy országnak, hogy több kevesebb gyerek születik bizonyos időszakokban, vagy azért azt mondod, hogy szociológiailag, és nem kell most gazdasági okokat vagy mindenfélét beletenni, mert azok csak számok, hogy találsz rá érvet, vagy nem találsz rá érvet. Így van, ahogy van. Szerintem nem lehet leválasztani erről a gazdasági kérdést. Tehát ott van 5,5 milliós Finnország gazdasága, tök jó. Bár mondjuk mostanában kezdenek ők is beleállni a földbe, mert nincs Nokia, meg egyéb, de hogy szóval, hogy alapvetően ez a másik fontos, hogy nem lehet leválasztani a gazdasági aspektust. Ez nem egyszerűen kulturális kérdés, ez nem egyszerűen politikai, ezek összetűnnek egymással, és éppen ezért nem lehet ezeket egymástól külön választani, és külön egy-egy megoldást mondani erre. Jó, ami nagyon átment, mert láttam most a Facebookon a kommentelőket, köszönöm Kristóf kommentet, hogy azért az egy nagyon jó meglátás, hogy nem mindegy, hogy kinek a gyerekvállási kedve. Az apáé, az anyáé, vagy a páré. Köszönjük szépen! Én is.